Hát itt egy kicsit nincsen, vagy rosszul hallottam erről a szabályról, vagy félreértette, ez majd döntsen, aki feltett a kérdést. Pont olyan nemi életszabályról van szó, ami csak az érzékjelenítés miatt van, nem a gyereknemzésről. És pont az a nemi élet, ami gyereknemzés érdekében történik, ez még vallásos tevékenység is lehet. Szóval nem a gyerek nem születés ellen van, hanem inkább az energia pocsikolása. Más szavakkal igenis kell, hogy legyen születés, és nemes gyerekek jöjjenek ember családjába.